253 diák kezdi meg tanulmányait a Szent István Katolikus Általános Iskolában. A diákokat szüleik is elkísérték a római katolikus templomban tartott tanévnyitó szentmisére. Mi is nagy izgalommal várjuk a tanévkezdést, hiszen a köznevelési törvény módosítása elég sok változást jelent az iskola életében. A legfontosabb változás az, ami nagyon sok médián keresztül talán már a szülők tudomására jutott, hogy ettől a tanévtől kezdve a gyerekeknek délutáni foglalkozásokat szervez az iskola. Én ezt nagyon hasznosnak és előnyösnek tartom, hiszen lesz lehetőség arra a gyerekeknek, hogy elkészítsék a házi feladatot, megtanuljanak. Az alsó tagozatosok életében ez nem jelent változást, hiszen jelenleg is, az elmúlt tanévben is azok a tanulók, akik iskolaotthonosak vagy napközisek voltak, azt lehet mondani, hogy 4 óráig az iskolában voltak. A felső tagozatosok életében kezdődik új korszak, nem tudjuk azt lehetővé tenni, hogy ebéd után a gyerekek automatikusan hazamenjenek, hanem szeretnénk, hogyha először tanulnának, és utána pedig különböző szabadidős tevékenységeket szervezünk részükre. Természetesen azoknak a tanulóknak, akiknek délutáni elfoglaltságaik vannak, zeneiskolába járnak, vagy sportegyesületben sportolnak, azoknak a mentességet biztosítani fogjuk. Szeptembertől délután 4 óráig kötelező az általános iskola minden év folyamának az iskolában maradni. A köznevelési törvény ugyanakkor nem írja le pontosan, hogy a tanítási órák mellett milyen foglalkozásokat szervezzenek az iskolák. A felsőzsolcai diákok több szakkör közül is választhatnak majd. A diákoknak szakköröket fogunk szervezni, informatika szakkör, rajzszakkör, énekkar, ez ami biztosan megszervezünk, illetve a gyerekek érdeklődésének megfelelően fogunk foglalkozásokat szervezni. Újdonság az iskola életében, hogy szeptembertől minden hónapban tart majd iskolamisét Zajacernő plébános. Ennek az évnek a fontos változása az, hogy be fogjuk vezetni az iskolamisét. Ez azt jelenti, hogy minden hónap első péntekén, októbertől kezdve az iskola át fog jönni a római katolikus templomba, és a plébános úr csak nekünk fogja a misét tartani, és nagyon bízunk abban, hogy a keresztény szellemiségű neveléshez ez is nagy mértékben hozzá fog járulni. Egyelőre én azt hiszem, hogy az Úristenbe bizakodunk, hogy ő az, aki az első évben segített bennünket. Én bízom benne, hogy talán most már sokkal gördülékenyebben és sokkal céltudatosabban, ha szabad így fogalmazni, vallásosabbá fogjuk tenni az iskolát is. Tehát gondolok itt arra, hogy megújítjuk a programokat, komolyabban veszük az órák előtt témát, elmélyedést, elcsendesedést, illetve havonta lesz iskola szentmise, mindig első péntekenként délelőtt 10 órai kezdett, amelyen az egész iskola részt vesz, úgyhogy én bízom benne, hogy gyerekek is, tantestület is fog értékelni mindezt. Az állami általános iskolákban a diákoknak vagy erkölcstanórára, vagy hit és erkölcstanórára kell járnia. A Szent István Római Katolikus Iskolát a törvénymódosítás nem érinti ebből a szempontból, hiszen az elmúlt tanévtől az iskolában kötelező tantárgya hittan. Változás nem lesz, az egyházi iskolát nem érintik ezek a törvények, tehát nálunk nincs választási lehetőség, hanem természetesen római katolikus, illetve felekezetnek megfelelően görög katolikusok is vannak, talán egy páran az ő számukra is meg lesz a hitoktatás. A mi iskolánkat nem érinti, hiszen tavaly katolikus általános iskola lettünk, és ugyanúgy folyik tovább a hittanoktatás heti 2 órában minden évfolyamon. Alsó tagozaton elsősorban játékos módon folyik a tanítás, de azért nagyon sok ismeretet is kapnak a gyerekek. Felső tagozaton már azért vannak komolyabb elméleti dolgok is, de ott is a kolléganő megpróbálja ezt egy kicsit játékos formában feldolgozni. Szeretném, hogyha minél többen megkedvelnék a hittanórákat, és ezáltal közelebb kerülnének a vallásos élethez, és hogy a gyerekek minél jobban szeressenek a templomba járni, és ezáltal a magatartásuk az láthatóan változzon. A Szent Misén az iskola lelkipásztora Zajacernő plébános példabeszédében próbálta bebizonyítani a gyerekeknek, hogy miért is kell iskolába járni. Nem tudom, gyerekek, hogy vagytok. Ugye a szünetet jobban értékeltem én is. De aztán később azért rájött az ember, hogy bizony szükség van az iskolára. Szükség van az iskolára azért, hogy többek legyünk.
azért, hogy okosabbak legyünk, azért, hogyha, ahogy növekszünk fölfele, egyre több mindenhez értsünk. És tulajdonképpen az iskola legfontosabb célja és értelme az, hogy kihozzon belőlünk sok új dolgot, amit még nem ismerünk, amit még nem tudunk. És ehhez próbálunk a tanárok is hozzásegíteni benneteket. De ehhez nektek is hozzá kell tenni a saját részleteket. Tehát szorgalmasnak kell lenni, oda kell figyelni az korában. Olyan ezt tudjátok, olyan, hogy nem szabad megállnunk, hogy a fejlődésben. Felső Zsolca város polgármestere ünnepi beszédében méltatta az iskola munkáját. Az indulás a kezdés ünnepe. Indulni, kezdeni, pedig csak tiszta szándékkal és őszintén. Mára már igazolódott a tisztelt képviselő testület helyett a döntése, hogy az iskoláinkat egyházi kezelésre adjuk. Helyes volt az iskola vezető és a nevelő testületi választás. Miért volt helyes ez a döntés? Azért, mert egy település életében a legfontosabb szerepet játszik az iskola és a templom. Miért fontos számunkra az iskola? Mert városunk jövőjének egy darabja itt formálódik. Ez a jövő, kedves diákok, ti magatok vagytok. Ezt pedig a városvezetésnek itt nagyon komolyan kell lennie, minden, amit tehet. Értetek, az eddig is és ezután is tetszünk megtenni, hogy az iskola ne legyen teher, hanem öröm legyen számunkra. Általános iskolákban összesen 773.800 tanuló kezdi meg a tanévet. És jó hír, gyerekek, hogy 180 tanítási nap után lesz újra nyári szünet.